termékmegjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Hát Molnár Piroskát nagy szeretettel köszöntjük így az éteren keresztül, és meg is tettük ezt a műsor elején, ugye ő az egyik születésnaposunk, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászaimer díjas magyar színésznőről beszélünk. Érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, és nem mellesleg a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára. Úgyhogy tőle idézünk egyet, azt mondta egy alkalommal, az ember csak azt képes előadás közben visszaadni, ami megtörtént vele, de a nézőnek azt már nem kell tudnia, hogy az a valami hogyan történt. Igen, rengeteg óriási szerepe van, színpadi szerepei közül Tolstoy, Háború és béke, Bertolt Brecht, Kurt Weill, ugye a Koldus Opera, több Shakespeare, Arthur Miller, Nemes Nagy Ágnes, amit csak akarunk, Örkény István, Veres Sándor, aztán hát rendezései is vannak bőven, de játékfilmjei közül nem is tudom, hogy mit lehetne kiemelni, rengeteg. Szevasz Vera, Indul a Bakterház, Sose halunk meg, Csini Baba az újabbak közül. Úgyhogy hát rengeteg sokat. Hát és most megy egy monodrámája, azt tervezem majd megnézni, ugye az egy német sors Christopher Hamptonnak a művéből, Máté Gábor rendezésében. Hát ezek mindig zseniálisak, ezek a monodrámák. Igen. Fantasztikus színészi teljesítmény szerintem. Abszolút. Végigvinni az egészet, és érezni az összes kis rezdülést, és egyébként nyilván a közönséggel is így együtt rezegni, ami nyilván most nehezebb ezekben az időkben. Minden esetre nagyon-nagyon köszönjük az eddigieket, és hát nagyon sok boldog születésnapot még Molnár Piroskának, 75 éves ma. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.